Jó napot kívánok! Sziasztok! A mai vendége Lackfi Ági, üzleti stílus tanácsadó. Szia, Ági! Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Mi már régóta ismerjük egymást, és a férjemet meg még régebb óta. Ugye annak idején ők azért kerestek meg téged, mert ő az NNG vezérigazgatójaként, vagy vezetőjeként egy kis átalakításra szorult. De miért fontos az, hogy egy... Miért fontos az, hogy egy vezető úgy öltözködjön, ahogy egy vezetőnek kell? Hát azért, mert ugye kezdjük azzal, hogy megcáfoljuk azokat, akik azt mondják, hogy a belső a lényeg, és úgyis csak az számít, hiszen a belség el kell jutni, igaz? És az eljutás az például a szemünkön keresztül történik. Na most a Petya esetében ő vezetett egy dinamikus, erőteljes, menő vállalkozást, és ehhez az akkori külseje nem passzolt. Neki nem ez volt a lényeg, ebbe a tudományágban nem merült el, elég sok mindenben elmerült már, de ebben nem. Viszont volt annyi szíve, lelke neki meg a kollégáinak, hogy akkor ilyenkor egy profihoz forduljanak. És ez így történt. Kellett azért, egyrészt azért, hogy a kollégái is másképp tekintsenek rá, másrészt pedig ugye egyre szélesebb körökben mozgott, egyre több helyen kellett neki minden nap megfelelnie ennek a címnek, és ez igenis a ruháin keresztül is megtörténik. És ez csak a vezetőknél fontos, vagy mindenkinél? Ez mindenkinél fontos. Egyrészt önmaguk miatt, másrészt pedig a külvilág felé fontos, de egy vezető ráadásul ugye példát is mutat a kollégáinak is. Tehát minden áldott nap, és elképzelhetetlenül sikeres volt ez akkor. Tehát ott több olyan ikonikus darab született a ruhatárában, amiket hosszú időkön keresztül emlegettek. És azóta is hordja a piros nadrágokat. Nem ugyanaz, hanem több generációs. És volt neki piros cipője is. Nagyon menő volt. Térjünk vissza az eredeti témához, az állásinterjúkhoz, mert nagyon sok olyan ember néz minket, aki most vagy elvesztette az állását, vagy épp állásváltásban van. Miért fontos az, hogy egy állásinterjún úgy jelenjünk meg, hogy nagyon jó benyomást keltsünk? Hát ugye azért megyünk oda, mert szeretnénk ezt az állást, ez fontos nekünk, igaz? Na most gondolj bele, hogyha egy randevúra mész valakivel, akit nagyon szeretnél megnyerni magadnak, mit teszel? A lehető legjobbat mutatod magadból. Ez itt sincs másképp, igazából átvitt értelemben szeretnénk magunkat eladni. És egy jó kereskedő a portékáját a lehető legjobban tálalja, igaz, minél kecsegtetőbben. Na most pontosan ugyanezért, tehát miután az, aki interjúztat is, először a szemével mér fel, van az a pár másodperc a kézfogás és a bemutatkozás előtt is, amikor belépsz abba a terembe, és felmérnek. Ki milyen gyorsan, ez személyenként változik, és olyan villanás alatt nyeri azt a bizonyos első benyomást, hogy nem is gondolnád. És pak-pak-pak, megnéz, végignéz, és betesz az agyában egyfajta fiókba, ahonnan nagyon nehéz már kimászni. Tehát nagyon fontos, hogy amikor belépsz, akkor megnyerő légy. Hát ezért. De mi van, hogyha én megnyerő vagyok a belépéskor, de egyébként nem szoktam ilyen ruhákba járni, és aztán majd munka közben derül ki, hogy én egy slampos ember vagyok. No, hát igaziból vártam ezt a kérdést, mert pont ma reggel ezen gondolkodtam, és hogyha ez a kérdés, akkor a válasz az, hogy úgy lőd be a megjelenésedet, hogy a lehető legjobb formád legyen, de a te lehető legjobb formád. Tehát, hogyha te egy casual csaj vagy, aki mondjuk, ha megengedi ez a munkahely, akkor inkább egy nadrág és mondjuk egy lazább felsőt viselsz, akkor az álság, hogyha egy pattanásig feszülő kis kosztümben jelensz ott meg, igaz? Egyrészt neked sem lesz komfortos, de mondjuk a spicre teszed magad arra a fél órára, de soha többé nem fognak úgy látni, tehát egy hamis képet mutattál magadról, csak csalódást eredményezhet, legalábbis a külsőddel kapcsolatban. Tehát ismernünk kell magunkat annyira, hogy mi az, amit fent tudom tartani hosszú távon magunkról, és abból a lehető legjobbat mutatni. Közben jött egy kérdés is a nézőktől. Minden képzettségi szinten és állástípusnál számít a külső megjelenés az állásinterjún?
Tehát ez Én azt gondolom, mindenkire hogy igaz, igen. vagy vannak olyan pozíciókban? Igen. Belevágtam a szavát, ez minden pozíciónál így van? Szerintem igen, hiszen akkor is odamész, és akkor is többek közül fognak választani, és ha szeretnéd, hogy téged választanak, akkor is megnyerőnek kell lenned. Ez teljesen mindegy szerintem szinte, hogy most a Tesco-ban pakolni fogod a polcokat, és arra jelentkeznek 20-an, mert ha ezt szeretnéd, neked akkor is ki kell tűnnöd azzal, hogy jó a megjelenésed, hogy bizalmat gerjesztesz. Nyilván oda nem kosztümben vagy zakóban kell menni, de az adott szinten belül tisztának, netnek, ápoltnak kell lenni. Az kell, hogy jó legyen rád nézni. Ha meg felsőbb szintekre megyünk, akkor ennek megvan ugye a kottája, hogy mi mindent érdemes, vagy éppen nem érdemes viselni. Említetted, hogy ismerni kell magunkat eléggé ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy miben érezzük jól magunkat, de hogyan Igen. ismerjük meg magunkat? Honnan tudjuk, hogy jól áll valami? Az, hogy jól áll-e, nem biztos, hogy fogod tudni, de azt fogod tudni, hogy milyen fokozaton vagy képes öltözködni. Tehát megint visszatérek ehhez a példához, hogy ha valaki nem komfortosabban, hogy kosztümben vagy öltönyben legyen, ha csak nem egy bankba jelentkezik, mert ott fontos, hogy ezeket tudja viselni, akkor inkább ne ezt válassza. Akkor válasszon egy sima szövetszoknyát vagy szövetnadrágot, egy megfelelő blúzzal vagy inggel, és ezen ne lőjön túl. Mert akkor meg ugye azt mondtuk, hogy abban nem lesz jó érzése. Azért magát ismeri mindenki. Most nyilván egy építőipari munkás nincs ilyen módon megmérettetve, mert ők állandóan mindenféle munkaruhákban mozognak, de azért a többi ember a civil életben visel valamit. Ugye kilőhetjük azt, hogy nem mehet oda stretch farmerben, meg szaggatottban, meg edzőcipőben, meg egyebek, és onnantól fölfelé pedig a legjobb az, és azt hiszem ez a leghasznosabb tanács, csinálja meg a házi feladatát. Mit értek ez alatt? Tudja meg, hova megy. Tudjon meg minél többet arról a cégről. Ott, hogy öltözködnek, mik az elvárások. Ha van rá mód, akkor esetleg azt is tudja meg, főleg, hogyha közép és felső vezetői szintre jelentkezik, hogy ki fogja felvételiztetni. Az milyen ember, nő vagy férfi, milyen ízlésvilága van. Nekem volt olyan ügyfelem, aki tudta nagyon jól, hogy az a banki felső vezető, aki alá őt keresik, kifejezetten nagyon hangsúlyosan ad a megjelenésére. És ezért ő, miután nagyon szerette volna ezt az állást, várományos is volt rá, ő erre nagyon felkészült, és meg is kapta. És vannak esetleg olyan színek, amik jobb benyomást keltenek, vagy amik ildomosabbak egy állásinterjú, mint más? Például rózsaszínbe mehetek, vagy sárgában? Attól függ, hogy ezeknek melyik árnyalata és hol viseled. Tehát vegyük azt, hogy te most egy ilyen meglehetősen konzervatív céghez mész. Akkor ilyenkor adott az, hogy vagy sötétkék, vagy szürke az alapöltözeted, ami mondjuk a kosztüm, vagy a nadrág, zakó, stb. Ez alá, ha te komfortos vagy egy halvány rózsaszín blúzban, ami egyébként lágyá, nőiessé tesz, de nem túl szexivé, mert nem ez a cél itt most, akkor abszolút, egy nagyon-nagyon halvány sárga is belefér. Ha biztosra akarsz menni, persze mondhatod, hogy fehér, vagy fehér alapon mondjuk kék minták, én apró petty, vagy ilyesmi, tehát ez az abszolút visszafogott korrekt, de ha te szeretnél egy icipici egyéniséget is belevinni, akkor ilyen nagyon-nagyon halvány, az üzleti életben még elfogadott színeket viselhetsz, igen. Ugyanez vonatkozik a férfiakra, mondjuk az ő esetükben a halvány sárgát, halvány rózsaszínt világos szürke. Nekem most közben egy kicsit szaggat, remélem a nézők jobban látják. És mi a helyzet a kiegészítőkkel? Szabad kiegészítőket hordani, vagy kell? Értem itt az alatt, hogy sálat, vagy ékszereket. Igen, ha most nőkről beszélgetünk, igen, szabad ékszert. Állásinterjúra nem viselnék túl hangsúlyosat, de itt most nem arról a hajszál vékony kis aranyláncról beszélgetünk, ami nem is látszik. Tehát ha már viselsz, legyen rajtad valami, ami szép, támogatja a megjelenésedet, és karakteres, elárul rólad valamit. De nyilván nem óriási öklöbnyi medálokról, meg gyöngyökről van itt most szó, valamiről, ami szépen látszik a blúzod vagy a felsőd kivágásában, de nem annyira erőteljes,
hogy elvigye rólad a figyelmet. Tehát azt az értékes pár percet, amit van az interjúra, azt ne azzal töltse a veled szemben ülő, hogy hosszan tanulmányozza az ékszert, ami rajtad van. Ugyanez vonatkozik egy sára, de ilyenkor nem kötünk óriási, többször megtekert nyaksálat nyilvánvalóan, hanem esetleg egy kis kendőt a nyakba, ha úgy döntesz, hogy ez a te megfelelő kiegészítőd. Ami még fontos, ilyenkor nem viselünk nyitott orrú szandálokat. Isten áldja meg azt, aki gumipapucsba meg ilyesmibe megy oda, szó sincs róla, tehát ez fel sem merülhet ilyesmi. Hanem inkább zárt orrú cipő, kis sarokkal a nők esetében, az urak esetében mindig fűzős cipő lehetőség szerint. Bőrtalppal, nincsen fröcsi, gumiöntött talp, meg ilyenek, különösen olyan cégeknél, akik inkább öltönyös, inkább konzervatív cégek. Szandál nem. Nem viselünk sortot, na, szóval tudnám hosszan sorolni, hogy mit nem, de inkább lehet, hogy arról kéne beszélni, hogy mit igen. És mit igen? Az urak esetében, ha mindig ugye mondtam, hogy nézzük meg a céget, ha ez egy laza cég, most mondtam valamit, újság, szerkesztőség, kreatív iroda, tehát ahol casual megjelenés, vagy egy ilyen smart casual megjelenés, tehát egy lazán üzleti megjelenés van rendben. Ebben az esetben elég egy nadrág, elég egy csinos, jó méretű, jól szabott ing, ami tiszta és ropogós, egy sportzakóval nem feltétlenül muszáj nyakkendőt kötni. De ha és köt az ing alá minden esetben kell trikót venni, ezt már tudom. Az ing alá? Hát tanácsos, egyrészt azért, hogy a stressz általi verejtéket, vagy a meleg általi verejtéket felszívja, de ugye tudjunk róla az urak, hogy ha ilyenkor trikót vesz, pamut trikót, akkor annak muszáj, hogy a hónaljat takarja, stb. Mert hogyha nem, akkor nem teszi meg azt, amiért felvesszük, nem szívja fel a verejtéket, és ott ülsz egy lucsokban, ami nem segít az önbizalmadnak nyilvánvalóan. Nyakkendő nem kötelező, de ha igen, akkor korrektül megkötött, a helyén. Nincs olyan, hogy kigombolva az ingallér, és valahol alól lötyög egy nyakkendő. Akkor inkább ne. Tehát az rosszabb, mint hogyha nem lenne. És a cipő is. Nincs szandál, zárt cipő, fűzős lehetőleg. És az fontos, hogy milyen márkás ruhába öltözünk? Vagy akár egy olcsó ing is lehet jó, ha tiszta, szépen vasalt. Abszolút, lehet egy olcsóbb ing is jó. Amit javasolnék, hogy ne ropogjon a műszáltól, bármennyire is az a, nem tudom, filléres kategória, de azért nem fog segíteni, hamar lesz benne testszag, nincsen komfortérzeted, és nagyon hamar tönkre megy. Tehát azért bármennyire is szeretnénk figyelni a büdzsére, legyen benne minimum fele pamut, attól már jól vagyunk. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy helyes legyen a mérete, tehát, hogy ne lógjon rá a manzsettája a kézfejre. Rövid ujjú ing, Isten ments. Jó? Ultratilos. Semmiképpen. Jó? Tehát hosszú ing, jó méretezéssel, megfelelően korrektül viselve, tisztán. Azért nevetek egyébként, mert nagyon sokat emlegetünk otthon, főleg amikor a rövid ujjú ingek előkerülnek a szekrényben. Beszélgettünk arról, aki az állásinterjúra megy, de ugye ott a másik fél, aki interjúztat. Igen. Hogy öltözzön fel? Ő úgy öltözzön fel, hogy tudja, hogy ő képviseli azt a céget abban a pillanatban az interjú alany előtt. Tehát minden olyan legyen rajta, ami attól a cégtől maximálisan elvárható. Hiteles legyen, bizalomgerjesztő legyen. Nem kell megfélemlíteni azt az interjú alanyt. Úgy értem mondjuk a nők esetében, hogy nem kell olyan eszközökkel élni, durva, óriás ékszerekkel, óriás vörös karmokkal, stb. Egyrészt nem üzleties, másrészt, ha már ő otthon is van, idézőjelben a cégben, és mondjuk vezető pozícióban is, és esetleg megteheti, akkor sem beparáztatni azt a szerencsétlen szembeülőt ezekkel. Barátságosan, korrektül, visszafogottan érdemes megjelenni. De úgy érdemes, ahogy a hétköznapokban is dolgozik ott annál a cégnél, vagy azért egyel jobban megadni a módját? Én azt mondom, hogy inkább megadnám a módját. Inkább megadnám a módját, hiszen ez egy különleges találkozó. Az illető is lássa, hogy inkább ehhez a szinthez tartsa magát,
mint hogy rögtön lelazuljunk, és akkor legközelebb már papucsban megyünk. Az elmúlt időszakban inkább a videóinterjúk, vagy a Skype-os interjúk történtek, vagy voltak, és ez valószínűleg egy részük a jövőben is megmarad. Erre van valami különleges szabály, hogy a kamera előtt hogy öltözzünk fel? Igazából annyi a különleges szabály, hogy vannak olyan kamerák, amiket bezavar a nagyon apró minta. Tehát ebben az esetben én nem viselnék sűrűn, aproncsi, kikozott ruhadarabokat, vagy nagyon aprón petjezettet, vagy mert vagy nem látszik úgyse, vagy pedig vibrálni fog. Ez nem tesz jót. A másik az, hogy érdemes egy kicsi púdert használni, különösen, hogyha valaki csillogós típus, mert nem szép az, hogyha befénylik, és akkor az egész egy ilyen nagy fényes arcot mutat. Egyébként semmi. A hölgyeknek mindenképp ajánlok egy nagyon enyhe sminket. Éppen annyit, hogy üde, szép legyen az arcuk, nem kell, és tartózkodnék is a helyükben óriás szempilláktól, tartózkodnék hatalmas színes körmöktől, ez nem fér bele semmiféle üzleti koncepcióba, így se úgyse, ráadásul elvonja a figyelmet élőben is, és kamera előtt is. És a kamera előtt egyébként megtehetem azt, hogy melegítő nadrágban vagyok, hogyha az úgy sem látszik, vagy attól már az egész érzetem más lesz? Megteheted, de nem ajánlom. Tehát én most például ugye csak nyaktól fölfelé látszom, de mégis egy rendes nadrág van rajtam, és egy rendes blúz, és választottam ékszert is, csak nem látszik, de majd most egy kicsit megmutatom, ott van. Na szóval más lesz az érzet, máshogy ülsz oda, és az az energia, amivel megbecsülöd azt az interjúztatót, ez át fog sugározni. Ugyanez ment az önkéntesen vállalt hosszú karantén hónapok alatt is, hogy rengetegen ügyfeleztek online, és hát ugye születtek erről mémek és viccek, a deréktől lefelé, pizsinadrág, melegítő, ilyen-olyan bugyik, sortok, stb. De nem ez a helyes irány. Tehát adjuk meg a módját. Még ezzel kapcsolatban egy utolsó kérdés. Most nyár van, és iszonyatosan meleg. És már említetted egy kicsit, hogy a férfiak hordjanak trikót, hogy az izzadság ne látszódjon. Szegény nők mit tehetnek? Pont tegnap voltam egy ügyfélnél, akivel ezt hosszan kitárgyaltuk, mert ő is egy izzadós fajta, hát erről nem tehetünk. Azt tehetik meg a nők, hogy olyan felsőket választanak, amiknek mély a karkivágásuk. Tehát beszéljünk itt most denevér ujjakról, tehát olyasmiről beszélek, ami nincs beszabva a hónaj alá nagyon erősen. De félre ne értsetek, nem arról beszélem, hogy több számmal nagyobb felsőt vegyünk azért, hogy bő legyen ott, hanem olyan fazonút, olyan szabásvonalút. Ezzel egy probléma van, hogy ezek ritkán férnek be a zakó ujja alá. Tehát ha valakinek kötelező, mondjuk ha kimegy a munkahelyi folyosóra, vagy az ebédlőbe, nem tudom hova, zakót felvenni, az egy kicsit nehézkesebb, de hosszú távon akkor is ezek a ejtettebb ujjú darabok, hiszen ez ugye nem megy be a hónajba, izadni akkor is fogsz, csak nem fog átütni. Egyébként pedig azt tudom ajánlani, mint a férfiaknak, tehát egy válpántos kis pamut alsó ruhadarabot, ami esetleg felszívja a verejtéket, és hát a sűrű törölközést. És a hintőpor nagy barátunk. Tehát, én láttam olyat is, hogy egy betétet ragasztanak be az inkbe. Ez működik tényleg? Na, erről még nem hallottam. Hova ragasztanak betétet? A hónaj alá. Milyen betétet? Nem értettem. Komolyan? Nem hallottam. Hú, most nem hallottál, a szakadoztál. Átküldöm a linkjét. Igen, ja, átküldöm jó, majd nem, a linkjét. Jó. Erről nem hallottam még. Bármi lehet. De az a lényeg, hogyha, hogy azért komfortos az illető. Igen? Hogyha tisztában vagyok vele, hogy én nem tudom kitalálni, hogy öltözzek, akkor ugye lehet segítséget kérni. Azon kívül, hogy Petyát említettük az elején, hogy egy cég vezetőjeként hozzád fordult. Milyen problémákkal fordulnak hozzád? Mikben tudsz segíteni? Ó, a paletta igen széles. Hogyha az üzleti életről beszélgetünk, akkor nagyon gyakran ilyen miatt, hogy munkahelyet váltok, ott mások az elvárások, vagy
egy szinten magasabbra, hiszen mondjuk már felkészültem rá tudásban, meg van róla a végzettségem, és akkor szeretnék most az megjelenésemben is ugrani egyet. Vagy éppen hosszú idő után kismama voltam, már azt is elfelejtettem, hogy mi van a melegítőn túl, és most újra szeretnék, a megváltozott alakommal is szeretnék megfelelni. Például ez is. A privát életben pedig az égvilágon minden. Válok, új életet kezdek, szeretnék másképp kinézni. Vagy elvették az önbizalmamat, mit tehetnék, ugye a belső munkán kívül mit tehetnék ezért a külsőmben. Vagy egyszerűen csak gyűlölök vásárolni, de szeretnék jól kinézni, mit kéne viselnem. Tele van a szekrényem, nem tudom mihez nyúljak, semmi nem úgy áll, stb. Ez uraknál, hölgyeknél egyaránt. És hogy néz ki egy ilyen stílus tanácsadás? Én tudom, de a nézőknek elmesélem. Hogyne. Igaziból három etapból áll, ezek önállóan is megállják a helyüket, de hogyha az embert végigviszem ezen a hármon, akkor a legjobb az eredmény. Az első egy bizonyos stílus konzultáció, ami általában az ügyfél otthonában zajlik, neki ott komfortosabb, ott vannak ugye a ruhái, stb. Ilyenkor először is indítunk egy beszélgetéssel. Megtudom, hogy ki ő, milyen területen mozog, munkahelyileg, meg az privát életében, mik a fontosak. Van-e célja, amihez föl akar öltözni, amihez másként szeretne. Tegnap például egy olyan hölgynél voltam, aki elért a 40-es éveibe, van két gyönyörű nagy fia, és most jött rá, hogy ő egy kicsit úgy szintelennek érzi magát, és szeretne, tudja, hogy kihozható belőle több is, hogyan legyen. Elbeszélgetünk ezekről, megismerem őt, és akkor ezután jön az a rész, amikor a színekkel foglalkozunk. Miért van az, hogy hiába tetszik XY-on ez a szín, megveszem ugyanazt a darabot, rajtam nem működik. Mitől működik rajtad ilyen, hogy valaki nem hordhat ezt meg azt? Mindenkinek megvan a sajátja. Teszteljük egy bizonyos tesztelési módszerrel, hogy ő hűvös vagy meleg színtípusú, ennek semmi köze a szexuális vonzalmaihoz, vagy hogy milyen hónapban született, ez egyszerűen a természetes megjelenéséből adódik, és aztán végigvesszük, hogy abból a palettából ő milyen színeket szeret, mit viseljen. Ez az egyik. A másik fele pedig, amikor odaáll a tükör elé, és szembenézzünk azzal, hogy miből főzünk. Hogy mit szeret magán, ezt én mindig végigkérdezem, és néha meglepő dolgok születnek, inkább sajnos a szomorú irányba. Tehát, hogy vannak remek nők, akik azt tudják nekem mondani, hogy a szemöldökömet, és ennyi, az egész testükön. Az mondjuk nagyon szomorú, de igyekszem azon, hogy külső szemmel megindokolva elmondjam, hogy figyelj, de nézd meg, hogy milyen gyönyörű ez a derekad, ez a csípőd, így, úgy, az uraknál is, hogy nézd meg, hát van te neked csípőd, vállad, stb. És megbeszéljük azt, hogy mik az ő legelőnyösebb vonásai, ezt hogyan tudjuk kihozni, hogyan tudjuk erre a hangsúlyt fektetni, és mik azok az eszközök, amikkel elkendőzzük, vagy mondjuk próbáljuk hangsúlytalanná tenni a kevésbé előnyöseket. Mindenkinek van, mindkettőből. Tehát ez a konzultáció része. Na most ennek tudatában akkor átnézzük a ruhatárat, ez már a következő csomag. Hogy akkor mindezeknek, amiket most tanultunk, mi felel meg. És akkor sajnos kiderül, hogy van egy csomó olyan színű, ami nem áll annyira jól, vagy az uraknál például nagy hiba általában a túl nagy méretű ingek, ilyen pongyolákban járnak, vagy rosszul szabott, vagy tehát szelektálunk. Három kupac készül, az egyik az a szuper, ez az irány, megyünk tovább, így, van a középső kupac, ami a most még jó lesz, de lesz ez jobb is című, és a harmadik ugye az a ajándékozzuk el című kupac. És amikor ez készen van, akkor megnézzük, hogy mink maradt, és mik azok, amiket esetleg egy következő alkalommal, vagy amikor a büdzsé megengedi, egymást kiegészítve sokféleképpen viselhesse. Ezt nevezzük hatékony ruhatárnak. Amikor színben, formában, fazonban, szinte minden mindennel passzol. Így áll össze a teljes szolgáltatás. És aztán ezeket a kombinációkat is fotózzátok. Vannak ezeket a kombinációkat le is fotózzátok. Igen.
Vannak. Igen, tehát vannak olyan ügyfelek, akik kérik, hogy örökítsük ezt meg, főleg férfiak, akik azt mondják, hogy oké, ez frankó, de én kimegyek az ajtón, és ezt el fogja felejteni, és akkor összeállítok nekik szetteket, és ezeket lefotózzuk. És akkor az nekik megvan, és tudják, hogy mihez nyúljanak. Vagy ugye vannak olyan ügyfelek, akiknek, hát sajnos ettől függetlenül, hogy engem meghallgatnak, azért az alaptörvény az marad, hogy jó, de én a hétköznapokban azt veszem föl, ami legfelül van. Ilyenkor úgy kell intézni, hogy bármi kerül legfelülre, az mindig jó legyen. Nagyon szépen köszönöm. Laci Ágit hallottuk. Sziasztok. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!